Előadás sorozatot hirdet a Kodolányi János Egyetem és a Széchenyi Társaság, amely felöleli Széchenyi István munkásságát. Az előadás sorozat az egyetem szabadon választható kurzusai között szerepel a jövőben, szabad egyetem formájában pedig minden érdeklődő számára elérhetővé válik. Az együttműködési megállapodást szerda délután írták alá Székesfehérváron, a Kodolányi János Egyetemen. Szemereki Zoltán, a Széchenyi Társaság elnöke szerint három olyan mozaik van, amelyre a mai világban oda kell figyelni. Az egyik az, hogy hinni és hihetni egymásnak, ez a szlogenje a Széchenyi Társaságnak, ami azt jelenti, hogy a bizalmat kell megerősíteni a közösségek között. A bizalmat és azt a hitelt, amelyet a másik, ha nem fogad el, akkor nem jutunk semmire, de ha igen, akkor tudatosítani tudjuk benne azokat az elveket, amelyeket mi is képviselünk. A második elv szerint akkor élsz, hogyha másokért élsz, a társaság szerint pedig meghatározó az ez alapján történő cselekvés. A harmadik elv alapján pedig, hogyha valaki képzett, értelmiségi ember, valamint ha anyagilag is tehetős, akkor nagyobb a felelőssége, és ez szerint is kell, hogy cselekedjen. A Kodolányi János Egyetem részéről Vizi László Tamás az együttműködés kapcsán elárulta, hogy olyan közös programokat indítanak a jövőben, amelyek egyrészt a hallgatóknak üzennek szabad egyetemi formában, másrészt pedig a civil közösség számára is elérhetőek lesznek. Akár a kommunikáció szakot, a gazdálkodás tudományi szakot nézzük, akár a nemzetközi szakot nézzük, akár a turizmust nézzük, de a történelmet, az idegenforgalmat sorolhatnám tovább. Széchenyinek mindehhez valamilyen köze volt. Nem beszélve a helyi politikáról, a politikai életről, az alkotmányos kérdésekről, a kereskedelemről, a katonaságról. Tehát olyan témákat választunk a Szabad Egyetem előadás tematikájaként, amelyek egy-egy Széchenyi életműhöz köthető tematikát tárnak fel, és dolgoznak fel, és közvetítenek a hallgatóink és a város nagy közönsége elé. A Szabad Egyetemi előadás sorozata tervek szerint 2025. februárjában indul, az együttműködés pedig kutatási fejlesztési projektek, oktatási és kulturális programok, valamint szakmai és tudományos rendezvények kapcsán is megvalósul.